János király, Dürrenmatt és Shakespeare. Mennyire jelenik meg ebben az előadásban a shakespeare-i vonal, vagy ragaszkodtatok a Dürrenmatti átirathoz? Ez több, mint átirat, ez egy teljesen saját mű, tehát ez Dürrenmattnak a János király című műve, amelynek létezik egy előkép, amit Shakespeare írt. De sokan mások is foglalkoztak már, különösen ezzel a történelmi korral, amelynek során megjelent mondjuk a Magna Carta, tehát az egyik első jogi dokumentum az európai kultúrának. Mi egy abszolút a Dürrenmatthoz, 1968-ban írt Dürrenmatt darabhoz ragaszkodtunk. Tele van ez a darab intrikával, gyakorlatilag az olvasó egy darabig nagyon nem is tudja, hogy most ki kivel van, ki kinek akar ártani, egyáltalán milyenek a viszonyok, hogyan tudtátok megvalósítani ezt a színpadon, végig tudjátok vezetni a történeten. Adott esetben azokat is, akik mondjuk nem olvasták az eredeti művet, és most látják először. Abszolút, tehát a színház soha nem azokra a nézőkre készül, akik elolvassák a darabot. Tehát az maximum a nézőknek 2-3%-a, tehát mi tudjuk pontosan, hogy nem könyvet olvas a kedves néző, leteszi, lekapcsolja az olvasólámpát, eljön a színházba és visszamegy haza olvasni. Reméljük, hogy nagyon sokan vannak ilyenek is, de akik nem ismerték a művet, azért ez egy nagyon logikusan felépített dráma, elég nagy korszakot ível át, tehát hosszú, több generációs, több évig történik ez. Az az igazság, hogy minden egyes eseménye történelmileg igaz, az összes figura, aki megjelenik benne, azok is valóságos figurák, de teljes mértékben át van rakva ez a modern kor vívmánya, az, hogy hogyan is jut valaki el a hatalomhoz. Milyen gránit keménységű gazemberségeket kell, hogy elkövessen, és mennyi intrika, hogy te is említetted, útján, vagy azokon átlép, vagy azokat használva jut el valaki oda, hogy hatalomra kerüljön, de ez véleményem szerint teljes mértékben érthető lesz. Nyilván vizuális elemekkel is élünk, de mindig lehet abba bízni, hogy adott szerepet azért a néző mégis fölfogja, hogy ő az, és akkor ő ezt és ezt képviseli. Van egy másik, aki az ellenfele, aki éppen homlokegyenest mást gondol. Tehát én nem gondolom itt, hogy a nézőnek bármi problémája lesz az előadásunknak a megértésével. Úgyhogy én nagyon bátran csak ajánlani tudom. Egy aktív szórakozás lesz természetesen, oda kell figyelni, tehát ez nem egy ilyen andalító, hogy is mondjam, kabaré előadás lesz, bár a kabarénál is rettenetesen figyelni kell, tehát most távol álljon tőlem, hogy bármit minősítsek, de konkrétan válaszolva a kérdésedre, semmi problémát nem látok abból, hogy ez érthető legyen, nagyon jó lesz. Említetted, hogy ugye több évet ölel fel, éppen ebből kifolyólag is rengeteg apró kép van ebben a műben, ugyanakkor színpadon értelemszerűen mindent teljesen aprólékosan ugye nem lehet megjeleníteni. Manapság már a nézők egy inkább filmes megvalósítást igényelnek, ez mégis egy dráma. Hogyan valósítjátok meg ezt, hogy pörgős is legyen, de azért mégis hülyek maradjatok az eredeti műhöz? Hát azt tudom, hogy az eredeti mű milyen, vagy az hogy csinálták, tehát a szöveghez egyértelműen hülyek maradunk, az pedig különböző színpadi technikákat alkalmazunk teljes természetesen. Átfolyatunk bizonyos jeleneteket egy másik jelenetbe, fésűsítés technikájával, a hirtelen elválasztás technikájával élünk. Nagy kihívást jelent mindenféleképpen különösen a tévé a mai színháznak, mert ott például létezik a stop trükk intézménye, ami egyszerűen egy bizonyos ponton elvágunk egy jelenetet, és még ugyanabban a másodpercben egy másik helyszínen ugyanazok az emberek megjelennek. Tehát ezt színház természetesen nem tudja. Én úgy látom, tapasztalatom most azt mondja, hogy egy nagy központi teret, egy nagy központi ötletet kezd használni a mai színház,
épp abból kifolyólag, hogy ezeket, ezt a nagyon-nagyon sok és apró váltást, ezt egy-két tárgyal, egy erős, nagyon az első, egyik jelentől a másikat nagyon elkülönítő fényváltással. Tehát érthető, de nem hosszú időt igénybe vevő, mégis látható változásokat előidéző elemeket próbál használni a színház, és valóban, jó, mondod, én is így gondolom, hogy ez a nagyon erőteljes mozi és tévé behatás miatt van, mert ott annyira gyors és annyira pörgős minden változás, de hát hiszen ezt digitális technikával meg lehet csinálni, viszont senki nem tudja az élő szereplő varázsát és azt a szakrális élményt nyújtani csak és kizárólag a színház, hogy egy térben élőben átélünk egy olyan történetet élő emberek előadásában, amely meghat bennünket, vagy akár nem is elgondolkodtat, még talán, ne adj Isten, megijeszt, de aztán lenyugtat. Tehát az érzelmi hullámvasút, ez meg vagyok róla győződve, hogy sehol nem olyan nagy, mint a színházban. Már érzelmi hullámvasút, mit mond ez a darab a ma emberének? Hiszen maga a sím, azt említetted is, hogy gyakorlatilag hatalmi játszmák és a nép kapcsolata, de hogyha nagyon szigorúan nézzük a dolgokat, akkor ez a dráma ugye egyszerre két síkon is játszódik, a hatalmon lévők síkján, illetve a nép síkján, tehát két jól elkülöníthető részen, és igazából az egyik sem akar nagyjából nagyon a másikról igazából tudomást venni, mindenki a saját berkein belül próbál élni. Jól értem, akkor az előadásban is meg fog jelenni. Itt főleg az arisztokrata, tehát az uralkodó osztálynak a machinációiról van szó. Azt állítja a darab, hogy a politikai elit az ugyanannyira eltávolodott a mi korunkban a néptől, mint az 1200-as évek elején az arisztokrácia azokban az években az akkori jobbágyságtól. Tehát semmi köze lényegében, egymással vannak elfoglalva, egymást akarják ellehetetleníteni, egymást akarják kicsinálni, és hogy ez mondjuk bizonyos járulékos pusztulással jár, vagy azt idézik elő, hogy akár még ártatlanok is elvesznek ebbe, mondjuk a mai világban nem az van, hogy megölnek, de mondjuk agyonperelnek, vagy elvesztik az emberek az ingatlant, elvesztik a pénzüket, stb. Kicsit finomodott ahhoz képest, tehát itt nem az életükről van éppen szó, de teljes mértékben párhuzamot lehet vonni, és Dürermatt egyértelműen a mai világnak egy bizonyos fajta hatásmechanizmusát írta le, és azt lehet megtanulni, hogy azok, akik foggal és körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz, azok milyen galád technikákat használnak, akár a saját rokonaik ellen, akár a saját anyja ellen, annak érdekében, hogy megőrizze a hatalmát. Milyen környezetben helyezitek ezt az előadást? Tehát kvázi milyen díszleteket láthatunk a színpadon, ami természetesen publikus és mondjuk nézőcsalogató lehet? Hát ez egy, inkább azt mondanám, hogy ez egy tér. Hát elég nagy lesz. Lépcsőzetes lesz, tehát nagyon sok helyszínen játszódik a darabunk. Egészen mélyről a zenekar járokból indul, és körülbelül olyan 5 méter magasságig tart. Azon belül lesz 4-2 méter mély és 8 méter széles színpad, amit változásokat a zsinórpadlást is használva tudunk majd nagyon sok váltás, vagy a szükséges váltásokat eljátszani. Tudom én, bútorok jönnek föntről, ez az. És hát most egyébként most így hirtelen nem jut más eszembe. Tehát olyasmit nem fog a néző kapni, hogy itt nagy forgással eltűnik egy kastély, és akkor jön utána egy rét, hanem ez egy gondolatilag egy összefogott erős tér, ahol elképzelhető, hogy csatáznak is, szerelmeskednek is, intrikálnak is, viccelnek is, esznek is, isznak is, stb. Tehát azt kell megérteni, hogy ez egy olyan szatíra, amit írt a Dürermatt, hogy
hogy szó szerint tanít bennünket arra, hogy a világ az ilyen kulcsok alapján működik. Tehát itt nagyon sok a helyzet, de nem annyira kidolgozott helyzetek, mondjuk, mint a realista színdarabban. Tehát itt sokkal több minden történik meg, de ilyen pamacs-szerűen, tehát mint egy ilyen, hogy is mondjam, tehát mint egy kicsit ilyen szürreális festő, tehát úgy feldob csak bizonyos színeket, amelynek a 15. után értjük meg, hogy lényegében miről van itt szó. De addig is nagyon logikus, és nagyon szórakoztató. Úgyhogy én alapvetően nagy Dürremat rajongó vagyok, de ez biztos, hogy az egyik legjobb darabja, amiből legtöbbet tudok én is, mint aki már most hónapok óta foglalkozom ezzel a szöveggel, tehát mindig új és új dimenzióval nyílik meg. Én biztos vagyok benne, hogy a nézőknek is nagyon szórakoztató és tanulságos lesz. És végül említetted, hogy tanít ez a darab. A színháznak is ugye a szórakoztatás mellett valahol a tanítás is szerepe. Egyértelmű. Igen. Kinek ajánlható ez a darab? Van olyan korhatár, ami alatt például nem ajánlod, vagy nincs ilyen? Én szerintem 12 év alatt nincs értelme megnézni. Tehát azok a gyerekeknek is, akik fogékonyak erre, tehát szeretik a színes képeket, azoknak nyilvánvalóan az is érdekes lesz, de hogy ez igazából miről szól, azt nem fogják megérteni, hiszen a 20. századot, ugye most a gimnáziumokról van szó, azt a 4. osztályban tanulják. Tehát ez elviekben itt fiatal felnőttek, és mondjuk már így ki kell mondanom, akkor szerintem olyan 14-től 144-ig mindenkinek ajánlani tudom.